Simone Weil-ről nem sokkal azelőtt, hogy éhen halt. Ő tökéletesen, világosan kibontotta azt, amit én csak a homályba tapogatva kerestem. Bár hívő keresztény lett, soha nem lépte át az egyház küszöbét, nem keresztelkedett meg. Barátai javarésze nem tudott a megtéréséről. Ez a később publikált könyveiből derült ki. Különben a könyveit először Franciaországban a Gallimardnál Camus publikálta egy rövid előszóban, említve, hogy egyszerűen nem kell fölmérni a nagyságát, annyira elvakítja. Hát mondanék egy mondatát. Lényegében ezek az úgynevezett füzetei, a cahiers, nem semmiféle életrajzi részletet nem tartalmaznak, ezek tisztán gondolati följegyzések, és egy elevenen látod, hogy az anyaggal küszködik, mert lényegében ezek a napló szintjén vannak. Tehát állandóan visszatérnek gondolatok, állandóan, és látod a keletkezésükben és kibomlásukban. Na, eljut egy-egy nagyon szinte aforisztikus mondatig is időnként, például egyik ilyen csodálatos tétele. A világ létezik, rossz, irreális és abszurd. Isten nem létezik, jó és reális. Egy nagyon kemény és nehéz csomót vág át. Tudni, élesen különbséget tesz a tények és a valóság.